Három év kiadás után Nagy Becskerek Magyarsága újra együtt ünnepelte a Magyar Kultúra Napját, erre az alkalomra pedig megtelt a Szatmári Karolina Leány Kollégium terme. Az est témája Erkel Ferenc élete volt, akiről talán egy kicsit kevesebbet beszélünk a himnusz jubileumán. Sikerült ismét egy közös megemlékezés, közös ünnepséget szerveznünk, és ez alkalommal valahogy mindig arra próbálunk rávilágítani, ami valahogy nincs annyira a köztudatban, a közvéleménynek a figyelmében, úgyhogy nemrégiben ugye egy zsolnai manufaktúráról és a zsolnai családról volt egy nagyon érdekes feldolgozása a kollégista lányoknak. A lányok a tanév eleje óta készültek az estre, amelyen bemutatták Erkel Ferenc életét. Azt, hogy mit tett a magyar zene érdekében, hogyan élte az életét, hogyan született meg himnuszunk zenéje. Van benne egy két picike rövid jelenet, azt ők előadják, illetve vannak, akik részeket olvasnak fel majd különböző idézeteket irodalmi művekből. És hát akkor én megmondom az életét Erkelnek, úgyhogy készültünk rá, ahogy így előre haladtunk, így egyre több lelkesedés volt bennük. Persze az én szívemnek nagyon kedves lett volna, hogyha a palotást meg tudjuk tanulni, de hát se időnk, de főleg tánctanárunk nincs, meg ruhánk nincs hozzá. Jenován Flórián, az Újvidéki Művészeti Akadémia zongoraszakos hallgatója készítette fel a kollégista leányokat, illetve ő vállalta a zongora kíséretet. Egy hazafias éneket választottunk Erkeltől, az Éljen a haza című dalt, igazából kórus mű, de hát most megoldottuk úgy, hogy a lányokkal egy szólamba is tudjuk énekelni. És el kell mondanom, hogy jó volt a lányokkal dolgozni, mert egy jó kis közösséget alkotnak ők itt a kollégiumban, és ahhoz képest, hogy havonta egyszer találkozunk, egy szép munkát tudunk közösen folytatni. Az est a himnusz közös eléneklésével zárult. Ez volt a Nagybecskereki Magyarság egyik leglátogatottabb rendezvénye az egykori Leánynevelő Intézet anyaországi támogatásból felújított épületében.